Én szerintem a jó film hasonlít egy kicsit a színházra. Csak azt mondom, hogy igen. Üljenek le! Ott várják a műsor. A szegedi születésű Oscar-díjas operatőr mesél ma önöknek a gyermekkoráról, fényekről, a színház és filmszínház közeli kapcsolatáról, és nem utolsó sorban arról, hogy miért is tartja magát szerencse fiának. A legjobban arra emlékszem, hogy amikor 7 éves voltam, az apám azt akarta, hogy tanuljak hegedülni. És én, hát mondjam, hogy nem hiszem, hogy egy ilyen művészi embernek születtem, legalábbis annak idején nem volt semmi közöm a művészethez, mert a családban senki tulajdonképpen nem volt művész. Volt egy fotográfus a családban, ugye, aki a nagynéném, aki a kezdetén a filmeket előhívta, meg ilyeneket, még lemezes filmeket, minden, de nem volt semmi közöm hozzá. De viszont a focihoz mindig közel álltam, mert az apám az egy focista volt. És emlékszem arra, hogy jött mindig a hegedű tanár, és nem talált soha otthon az órákra. Én kint a kolozsvári téren ott fociztam a többi gyerekkel. És aztán ő megragadott, bement a szobába, és akkor elkezdtem színicizni. És ez ment körülbelül egy fél évig, amíg az apám belátta azt, hogy mégis csak a hegedülés az nem nekem való. Én emlékszem még arra az időre, amikor kint a Grundon gyerekekkel játszottunk. Szóval ez talán a legerősebb emlékem Szegedről. Engemet egy könyv tanított meg arra, hogy a fényt szeressem. Az a Dolovics Jenőnek volt a Művészi Fényképezés című könyve, ami olyan gyönyörűen, azok a képek olyan gyönyörűen vannak világítva nappal, mindig ilyen ellenfénybe dolgozott, mindig ilyen gyönyörű fényekbe dolgozott, és fekete-fehérbe is. És hát ott kezdtem el tulajdonképpen megszeretni a filmezést és a fényeket. És aztán utána nagyon sok emlékem van, amikor a családnak a tagjait fényképeztem, kis gyerekeket, akik nagy családunk volt, mert az apámnak volt 7 nővére, vagy 7 húga. És hát azok mind, szóval lettek gyerekek, unokák, minden, szóval. És én a főiskolás koromban ezeket a gyerekeket én fényképeztem, és mindegy, hogy előszedem ezeket a képeket, ezek mind a fényre voltak alapítva tulajdonképpen. Mert én azt szeretem tulajdonképpen a fényképezésben, hogy én azt kapom meg mindig, ami valahogy érdekesen meg van világítva. Legtöbbször a természetből van világítva. A film fényképezése az visszavezetődik az egy állóképnek a fényképezésére, mert egy képet azt lehet tanulmányozni, ez áll, az ott van, órákig nézhetek ezt a képet. A filmnél viszont minden egyes kép az csak egy rövid ideig van a vászon, és minden mozog, és minden múlik, de ugyanakkor a filmnél már nem törekszik az ember arra, hogy egy kocka legyen jól megvilágítva, hanem egy jelenet legyen jól megvilágítva. Szóval ez a nagy különbség mondjuk az állókép és a film között. Hogy az egyes kocka annak gyönyörűen kell, hogy megvilágítva legyen, hogyha azt akarom, hogy gyönyörűen. Amikor mozog a kép, a színészek idejárnak, minden, az összhatása kell, hogy meg legyen világítva. És ilyen szempontból inkább mondjuk a színházhoz hasonlít, ahol egy jelenet játszódik, és rendszerint van egy világítási ember a színháznál, és aki változtatja a világítást a hangulatnak megfelelően. És hát ezt csinálják, mint tulajdonképpen a filmnél az, hogy az ember megpróbálja a nézőt, nézőnek egy jelenetnek a hangulatát megteremteni, hogy érezze azt, hogy mi is történik a színészeknek a fejébe, vagy szóval mi a
a kapcsolatban, a karaktereknek a kapcsolatában, hogy mi az a döntő, mi az, ami az ember érezze azt a történetet, az az igaz. Hogyha nincsen megoldva, akkor a néző az valahogy akaratlanul is nem fogadja el a jelenetet igazinak, mert hamis. És hát szerintem a jó film az, amelyik néha nézi, hogy elfelejti azt, hogy itt van egy kamera, amelyik felveszi a jelenetet. Aztán is el kell felejtse azt, hogy ez a technikáját a filmművészetnek, és a néző beleéli magát a jelenetbe, úgyhogy el is felejti azt, hogy itt van egy rendező, van egy operatőr, van egy színész, és az igazi életet látja egy jelenetben. És a fénynek a hatása megint csak az, hogy milyen fontos a fény. Mint egy, nem tudom én, az ember egy festmény néz. Nagyon sok ember nem gondol arra, hogy egy festmény tulajdonképpen nem csak festékből áll. Nem abból áll csak az, hogy a kép meg van festve, meg van világítva. Senki nem beszélt tulajdonképpen világításról, amikor egy festmény néz egy Caravaggiót, egy Rembrandtot, a német alföldi festmények, az mindnek olyan a világítása, hogy az maga adja a hangulatát az egész képnek. És mi persze sokat tanulunk ezekből a festményekből. Egy érdekes dolog az, hogy minden filmnek van egy családja, szóval olyan emberek kerülnek össze, akik azok esetleg soha nem dolgoztak együtt. Néhány ember dolgozott egyet, de legtöbbje mondjuk bejön más színész, más stábtag, meg minden. Az egész film alatt valahogy az ember összekovácsolódnak az emberek. Egy családdá válnak, és amikor a végén a filmnek, akkor úgy az ember kiki elmegy a maga útján, és soha többi esetleg nem fog találkozni és dolgozni ezekkel az emberekkel. Szóval az ember emlékezik vissza. Minden egyes filmre emlékezem arra, hogy milyen volt a hangulat, milyen volt a stábnak az összmunkája. És nagyon sok esetben, amikor az összmunka jó volt, a film is jobbá vált. Lassú a film, nagyon lassan építi fel a dolgokat, és nem egy szabványos film, szóval tényleg a rendező hagyta játszani a színészeket olyan hosszan, ahogyan akarták, és sőt, bátorította őket arra, hogy vegyék az időt rá, hogy nem kell sietni, nincsen stopper óra, szóval. És hát a vége a filmnek az olyan, hogy az nem lehet könnyek nélkül végignézni ezt a filmet a végét, szóval az olyan, ahol ez nem igaz. Van egy másik jelenet, amit nagyon nehéz az embernek végignézni, annélkül, hogy ne könnyezzen, az, amikor a Christopher Walken meghal a Robert De Niro karjaiban, amit meglőtte saját magát, szóval olyan megrázó az jelenet, hogy egyszerűen én olyan filmet még nem fotografáltam, hogy ilyen jelenet lett volna benne. Szóval tényleg ez egy egyedülálló számomra is. És mindig emlékezem arra, hogy hogyan készült ez a jelenet. Nem volt próbája a jelenetnek egyáltalán. Mi csak beállítottuk a két gépet, két kamerát. A rendező megbeszélte velük a jelenetet. Aztán
vártunk addig, ameddig a színészek elkészültek arra, hogy nem most jó, mostan kezdjük a fölvételt. És akkor, amikor ezt a jelenetet lejátszották, ez olyan volt, hogy az emberek körülöttem, mindenhol, akik figyelték a jelenetet, én a gépen, a kamerán keresztül figyeltem. Ez valami olyan volt, hogy ezt nem lehet leírni, nem lehet, ezt nem lehetett ismételni. Oké! Ez a kevés olyan film van, ami ennyire lassan, de felépíti az érzelmeket, és a végén és befejeződik úgy, hogy az ember kimegy a moziba, és nem tudja, hogy mit csinálja mostan, sírjon, vagy szóval megdöbbentve hagyja az ember a mozit. Szóval ez volt az a jelenet érdekes, amíg én olvastam a könyvet, az utolsó jelentről beszélek, én nem tudtam elfogadni igaznak, mert amikor az ének, amit énekelnek, a God Bless America, az annyira közhelyé vált a köztudatban tulajdonképpen, hogy minden nagyon sokszor használják meg minden. És mondtam a Csivinnek, én ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt úgy meg tudod csinálni, ezt a jelenetet, hogy tényleg, hogy ez jó legyen, és le legyen gicsef. Erre rám nézett, és azt mondta, lehet, hogy igazad van, hogy olvasásra ez neked így tűnik, de majd figyelj majd oda, amikor a színészek ezt le fogják játszani, majd megváltoztatod a véleményedet, szóval, hogy ez milyen. Mert csak, hát igazán ő volt az, aki látta a filmet tulajdonképpen, ő látta azt, hogy ez jó, meg van csinálva, hogy ez milyen a jelenet. És tényleg az volt az, amikor az utolsó jelenetet, ami eltart legalább 2 percig, amikor azt fölvettük, akkor tényleg egy olyan jelenet volt, ahol majdnem sírtam a gép meget, szóval az, hogy hát igazi művészi pillanat volt, igazi művészi 2 perces pillanat volt, amikor a színészek tényleg saját magukat adták, az érzelmeiket, és ott volt a vászon, és megint csak az volt, hogy ezt nem lehetett újra fölvenni, azt egyszer volt fölvéve. És igaznak tűnt az egész. És abban minden benne volt, mindent beletettek, ami egy színész bele tud tenni. És hát persze hozzá kell adni azt, hogy mi is beletettünk mindent előtte, mert a világítás is hozzájátszik. A hangulat maga, hogy a bárba vagyunk, ez a sötétes hangulat, kevés fénye, az minden valahogy összeadódott ahhoz, hogy az betetőzte ezt a filmet. Az ember nem sok operafilmet készít életébe, mert több oka is van, mert valahogy az opera az egy ilyen absztrakt művészet. Absztrakt, mert tulajdonképpen nem nagyon hasonlít az életre, mert az emberek nem énekelve beszélnek, nem mondják el a történetet énekelve. Szóval a zene és az ének és a színpad, ez teljesen absztrakt. És mint olyan, hogy emlékeztet engem inkább a néma filmekre, ahol fölvettek képeket, jeleneteket, és volt egy zongorista, aki zongorázott melléje, és az adta a hangulatot a képeknek mindenféle dialógus nélkül. És hát az, hogy néha megértsék azt, hogy mi történik, kellett feliratokat betenni. Hát az operában tulajdonképpen nem kellene feliratokat betenni, mert ha az ember hallhatná tényleg, hogy az énekesek mit énekelnek, akkor megkapják tulajdonképpen az történetet is. Csak persze akkor, hogyha idegen nyelven énekelnek, akkor kell, hogy felirat is legyen. Szóval mondom, ilyen szempontból egy kicsit engemet a német filmekre emlékeztet. Azzal a különbséggel, hogy amikor mi forgattuk a Bang Bangot, akkor
tényleg a zene volt az, amelyik vitte a kamera mozgását. És teljesen improvizáltuk a kamerának a mozgását, mert a zenének van egy bizonyos ritmusa és hangulata, és mi azt szerint vittük a kamerát mindig. És állandóan mozog a kamera. Állandóan mozog a kamera, mert valahogy az, én nekem az természetes dolog volt az, hogy a zenének az ütemére a kamerának mozognia kell. Azt nem lehet lecsövekelni. Nem lehet úgy csinálni, mint a színházba ülnék. Azért a film, a kamera az mozoghat is. És amikor zene van, akkor a kamerának mozognia kell. És ez vezetett minket az első naptól kezdve az, hogy mindig kellett, hogy a kamera adja a hangulatát ugyancsak a képeknek, szóval a mozgás által. Nagyon kényes kérdés az, hogy az ember mikor mozgatja a kamerát, és hogy miért, és hogyan. Ez persze sok függ az rendezőtől is, és hogy milyen hosszúig enged egy jelenetet játszani. Szóval a Woody Allen-nel csináltam egy filmet tavaly, és nagyon érdekes volt néznem azt, hogy a Woody Allen szereti a hosszú beállításokat. Szereti azt, hogy a kamera elindul mondjuk egy ilyen nagy totálból, és akkor az ember csak a kamera közelít, a színészek felek, a színész követi mondjuk egy helyről a másikra, a kamera megy utána, közelebb és közelebb és közelebb megy, amíg nem tudom, valahol leülnek, és most már ketten vannak együtt, és még ha profilban is vannak, a kamera megy tovább, addig ameddig megy, egy ilyen szűk kettős van. És az eltartott néha 2 percig. És 95%-a a rendezőknek ez fölbontaná ezt a képet. Utána, amikor megcsinálta ezt az egész, mondjuk, hogy mastert, a mester jelenetet, utána fölveszi közelibe, innen, onnan, amonnan, akkor csinál ancsnitteket, innen, megint kettőset, az egyik színész mögül, az, hogy félig benne van, és a másik felé. Szóval, egy szónak is száz a vége. A Woody Allen nem vágta fel a jelenetet, hanem ha tetszett neki a jelenet, egybe úgy hagyta. És nem is csinált fölvételtett közeléket, úgyhogy a vágó még csak nem is tudott bevágni közeléket, hanem ez van, ezt szeressétek alapon. Jelenet vége volt, mentünk, csináltuk a következő jelenetet, és kész. Ebben én nagyon sokat tanultam tulajdonképpen, mert ha néztem ezeket a jeleneteket a Musterba, a Bászton, akkor valahogy az egész jelenet igaznak tűnt, mert nem volt vágás benne. Mert abban a pillanatban, amikor az ember elkezd vágni egy közelit ide, egy közelit oda, tulajdonképpen megbontja az ember a valóságot. Megmutatom az embereknek, a nézőközösségnek, hogy na, figyeljetek ide, mi egy filmet csinálunk ám. Na mostan bemegyünk innen, egy nagy totál, most bemegyünk egy közelire, ide bevágom, most megnézem, oda is bemegyünk. Szóval egy filmet csinálunk, és ezt észreveszik, hogy mi egy filmet csinálunk, és akkor már nincsen valóság. Szóval ezért szerettem meg a Woody-nak a filmjét, mert megnézem azt a filmet, mert most már láttam annyiszor, mert kellett, hogy csinálják a null kópiáját, mert szeptemberben be lesz mutatva. Nekem igazán tetszik az, hogy az egész olyan valódinak tűnik. Jó, rendben van, színészek játsszák a szerepeket, meg minden, de mégis az ember úgy érzi, hogy ez igazán történik, hogy ez igaz, a jelenet igaz. És ezért az egész modernség, ami a mai filmekben van, ez az örökösen vágó dolog az, hogy minden másodpercben kell egy másik snittet csinálni. És egy ilyen olyan, mint egy rock videót csinálna az ember, hogy mintha az embereknek nincsen türelme, hogy egy jelenet nézzen tovább, annélkül, hogy vágja közelében, meg ide, meg oda. Ez az egész ilyen idegességnek tűnik, ami ma folyik a filmeknél. Nagyon túl sokat vágnak a rendezők ahhoz, hogy
hogy meglegyen a spannungja, vagy meglegyen az a ritmus az egésznek. Szerintem nem az igazi filmcsinálás, az nem abból áll. Az igaz, én szerintem az igazi film abban benne van, az össze van téve álló jelenetekből, én mondjuk gondolom festményekre, és mozgásokból. Szóval néha az ember az álló jelenetet kell, hogy használja, néha az ember mozgatja a kamerát. Szóval, és mondjuk a színházad is hasonlít egy kicsit, én szerintem a jó film hasonlít egy kicsit a színházra, ahol a színészek egy teljes jelenetet, nem tudom, 45 percig lejátszanak, emellett is nincs vágás. Mert ott van az ember nézőtéren, az egészet látja egy folyamatban. És az ember beleéli magát a történetbe, és elfelejti azt, hogy színházba jó. És szerintem egy jó film, és kell, hogy felejtesse az embert, hogy egy moziba jó. Nagyon kevésszer fordul elő a mai filmeknél. A jövő filmjeiben nagyon sokszor vissza fognak térni a régi stílusra, mert én nagyon sok ilyen filmet nézek, ami nem tudom, 50 évvel ezelőtt készült, vagy valami, és abban nagyon sokat tanulok magam számára is, és érzem azt is, hogy azok a filmek miért váltak klasszikussá. Mert ma is levetíti az ember, és élvezi őket. Tehát ez nem fog eltűnni. Ez a stílus. Most van egy olyan stílus, hogy az embereknek nincsen ideje, vagy nem tudom én, mi az, hogy az ember hosszú jeleneteket nézzen, de 10 év múlva esetleg ez lesz a divat megint. Nem hiszem, hogy ez el fog tűnni ez a dolog. A színház is mindig megvan, színház is létezni fog, és a színházban egy egész jelenetet játszanak egy óráig. A filmben még nem lehet csinálni ugyanazt, hogy az ember legalább egy percig tart egy jelenetet, és hogy az ember ne váljon türelmet lenni, na mikor vágják le, mikor fágnak, miért vágjanak, ha egyszer jó. A díj Szeged városától, ez nekem egy nagyon kedves emlék lesz a számomra, mert ez nem egy olyan díj, amit eddig kaptam fényképezésért, az Oscar, meg az Emmy Award, meg mit tudom én, a legjobb indián filmnek a díjazása. Ez tulajdonképpen az a díj az, hogy azért kapom ezt a díjat, mert én itt születtem, itt éltem az ifjúságomat, és elkerültem a világnak egy másik részébe, ahol mindenkinek elmondtam, és büszke voltam arra, hogy én Szegeden születtem, és Szegeden tanultam, és hát nem csak a barátaim, de nagyon sokan a filmszakmában, Kaliforniában tudják azt, hogy én Szegedről születtem, mert mindenkinek elmondom azt, hogy a szegedi pixalámi Szegedről van, és jöjjenek hozzám, és megkóstolhatják, vagy mi a szegedi paprikával főzünk otthon, mert ennél jobb paprika a világon nincsen. Szóval ez egy olyan dolog, hogy én büszke vagyok arra, hogy Szegedről vagyok, és büszke vagyok arra is, hogy Szeged várost úgy tisztelik az emberek, mint a kultúrának a városát. Tehát Magyarországon, hogyha arról van szó, melyik a legkulturáltabb város, a Szeged. Itt vannak egyetemek, itt van egy kulturális központ, ami vetekszik Budapestével, és vetekszik a világ bármelyik városával, szóval. És hát én büszke vagyok arra, hogy innen való vagyok. Én mondhatom tulajdonképpen azt, hogy én egy szerencsés ember vagyok, aki életében dolgozhatott filmeken, amit imádtam, szóval a munkámat imádom, és szeretem, és szeretem jól csinálni, és mint aki, mint hogy ilyen szerencsés voltam ebben, és vagyok,
ez engemet boldoggá is tesz, mert azt hiszem a legfontosabb az ember számára az, hogy az életben azt csinálja, amit szeret. És nekem szerencsém volt az, hogy én ezt meg tudtam csinálni, az, hogy azt csinálom, amit szeretek. És ez az, ami boldoggá tesz. És ez az, ami mindenkit a világon boldoggá tesz, hogyha olyannan tud dolgozni, amit szeret.